Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus kastély. Itt egy szerelemről van szó, egy kármikus kapcsolatról. De miért kastély? Mert ha múltról van szó, kármikus témákról, akkor befele tekintünk. Megvan a belső világunk. Én ezt egy kastéllyal hasonlítom össze. Ez a felvétel egy személyes felvétel Erinia számára. Kedves Erinia, üdvözöllek téged! Ez a te szerelmi jóslásod asztrológiával. Először megtekintjük, mit közölnek a kártyák velünk, aztán áttérek az asztrológia területére. Itt köztetek egy kármikus párkapcsolatról van szó, egy kármikus szerelemről. Az azt jelenteni, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből. Itt bal oldalon láthatóak a te kármikus témáid. Az első képen láthatunk egy lovas férfit, de nem tudjuk, hogy mit akar, mert nem látható az arca, és ez arra utal, hogy te a korábbi életedben megismerkedtél valakivel, te bizonytalan voltál, nem tudtad azt, hogy ő mit akar, milyen szándékai vannak. Mivel itt a múltról van szó, megvannak ezek az emlékek, és ez arra utal, hogy óvatos vagy. De javult a helyzet, mert a középső képen látható ez a király, és a kezében van ez az arany érem, ami nem csak az anyagiakra utal, hanem a belső értékekre is. Most abban az időszakban vagy, hogy te ezt kiépíted magadat, hogy meglegyen a bizalom, de nem csak az, hanem te tudatában vagy a te belső értékeiddel is. Ez a kép utal a te tehetségedre, és ez által megjavíthatod az anyagi helyzetedet. A harmadik képen látható egy uralkodó. Ez az uralkodó lehet a te lelkitársad, mert te felnézel rá, de mutatja a te tartásodat is. Uralkodsz a helyzeten, uralkodsz a gondolataid felett, az érzelmeid felett, így rendbe jönnek a dolgok. Most megnézzük az ő kármikus témáit. Itt jobb oldalon látható egy király, ami utal az ő múltjára. Itt vannak kármikus emlékek. Lehet, hogy ő egy király volt, de ez a király szimbolizál még valamit, mégpedig a kezében van ez a kard, és győz a félelmek, a bizonytalanságok felett. Ez annak idején is a középpontban állt, de a középső kártya jelenti a változásokat, és itt látható ez a kard. Ő újra kezébe veszi a kardot, és győz a félelmei felett. Azon kívül a kartok jelképezik a levegő elemét. Az utal a könnyűségekre és a kommunikációra. Megvan nála ez a változás, hogy ő most tud érzelmekről beszélni. És ezt mutatja a harmadik kártya, az a lovas férfi. A kezében van ez az arany kehely, ami érzelmekre utal, és így fog közeledni hozzád. Ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, félelmek és bizonytalanságok nélkül. A következő kártya azt mutatja, hogy mit tanultok,
ebben a kapcsolatban. Ezen a felső képen látható a hetes szám, és az a hold energiáját mutatja. Az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és ebbe kell hinni. De ennek a kártyának van még egy jelentősége, mégpedig az, amit a kép mutat. Így kívülről vannak befolyások. Ezeket mutatják ezek a botok. Az lehet valami jó, akkor kinyithatjátok ezt az ajtót. De mi van akkor, ha támadások vannak, vagy ellenségek, akkor óvjátok magatokat, és zárjátok be ezt az ajtót magatok mögött. A következő kép azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket. Te állsz itt a középpontban, mert te vagy ez a királynő. És ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, mutatja a bátorságot, a lelkesedést, de a testi kapcsolatot is. Mögötted ott van ez az uralkodó, előtted ott van ez a lovas férfi, aki nyitott érzelmekre. Te tudod irányítani a dolgokat, vagy légy magabiztos, hogy ez a férfi így tekint rá. Számára te vagy ez a királynő. A következő kártya utal a jövőre. Itt látható ez a férfi, mint egy győztes, mindenki csodája, illetve ő elvárja, hogy mások csodálják őt, vagy elvárja azt, hogy te nézz fel rá, és te csodáld őt, mert más személyek itt nincsenek. De lesz itt egy győzelem, mert ő szeretne téged elvarázsolni. És most áttérek az asztrológia területére. A nap mutatja a ti éneteket. Az indiai számítás szerint a te napod a nyilas jegyében van. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, így megvan nálad a bátorság, a lelkesedés. Te kellenek konkrét célok. A nyilas jegye utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, ez persze lehet egy belső út is. Az ő horoszkópjában a nap az indiai számítás szerint a rák jegyében van. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó, ő ezt komolyan veszi, és a család áll a középpontban. A rák jegye között és a nyilas jegye között van egy úgynevezett kvinkunksz kapcsolat. Ezt én úgy szoktam elmagyarázni. Képzeld el, van előtted egy inga. És én megkérdezném, mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válasz az, nem tudom, fogalmam sincs. És ami a ti éneteket illeti, te nem tudod azt, hogy ő mit tervez, vagy mit akar, de ő sem lát át rajtad. Bizonyos helyzetekben így gondolkodtok el, vagy érzitek, nem tudom, mi várható. A hold, az szimbolizálja az érzelmeket, és most megnézzük a hold állását. A te horoszkópodban a hold egy csökkenő holdfázisban van, és a szkorpión jegyében az indiai számítás szerint. Ez kihat a te érzelmeidre. A szkorpión jegyénél a víz eleméről van szó, az is az érzelmekre utal. Mindig vannak nálad ezek a belső megújulások. A lefele mozgó holt csomó kétú utal a múltra. Összefoglalja mind azt, amit mi átéltünk a korábbi életünkben.
Ez a holdcsomó múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt a Szkorpión jegyében mozog, tehát nálad vannak itt kármikus témák, ami a múltra utal, itt lesznek kármikus emlékek. Az ő horoszkópjában az ő holdja szintén egy csökkenő holdfázisban volt a halak jegyében. Kihat az érzelmeire. A halak jegyénél két hal van ebben a csillagképben. Az egyik mutatja az egyik irányt, azok a félelmek, a másik pedig a bizalom, a hit, a szeretet, és nála is kihat az érzelmekre, nála is van ez a belső megújulás, itt van köztetek ez a hasonlóság, és ami az érzelmeket illeti, így harmonizáltok egymással. És most áttérek a Vénusz energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a kreatív munkát, a művészeteket, de a nőiességet is, és kihat a szerelmi élet területére. Nálad Vénusz bolygó a Bak jegyében van. Itt a Föld eleméről van szó, tehát te meg szeretnéd az álmaidat valósítani, megvannak a konkrét célok, ami a párkapcsolatot illeti ezen a területen is. Az első élet szakaszban nem könnyű egy ilyen boldog szerelmi kapcsolatot kialakítani, viszont a második élet szakaszban megkapod az elismerést, a megbecsülést, és stabilizálódik valami. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, az azt mutatja, hogy képzeli el ő a párkapcsolatot, vagy melyik típusú nő számára az ideális, mi az ő elképzelése. És ezt mutatja az oroszlán jegye, egy büszke királynői tartás. És ő elvárja azt a társ nőjétől, hogy magabiztos legyen, és a hölgy áll itt a középpontban. Kettőtök között, ami a Vénusz energiát illeti, megvan ez a kapcsolat, mégpedig ugyanúgy, mint a napnál ez a kvinkunksz kapcsolat, amit én egy ingával magyaráztam el. Nem tudom, hogyan tovább, mit tegyek. És ez a bizonytalanság kihat a párkapcsolat területére. És most megtekintjük a Mars energiát. Mars bolygó mutatja a mi erőnket, és ez kihat ránk hölgyekre is. Ez egy férfias energia, természetesen utal a férfiakra, a párkapcsolatnál a lelki társra. A te horoszkópodban Mars bolygó a szűz elemében van, te meg szeretnéd a terveidet valósítani, a szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, utal reális dolgokra, de előfordulhat az is, hogy bizonyos helyzetekben inkább a háttérben maradsz, vagy kritikus vagy másokkal szemben, vagy magaddal szemben, és emiatt néha elbizonytalanodsz. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, az a bika jegyében van, szintén a föld elemét mutatja, itt megvan köztetek ez a harmónia. Ő nem szereti a konfliktusokat, a vitákat, veszekedéseket, ő élvezni akarja az életet. Ami számára még fontos, az az anyagi biztonság. Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, szintén egy kármikus csomó, de utal egy
irányra, egy életterületre, amit mi nem ismerünk. De a lelkünknek szüksége van erre. Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó, múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt mozog a Bika jegyében, el fogja érni az ő Mars bolygóját, és mint férfi keres egy új lehetőséget, ahova az erejét be tudja fektetni, vagy a párkapcsolat területén kell számára a biztonság érzete. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó kétu, ami a múltra utal, karmikus témákra nálad a Bak jegyében van, és a Bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó, év elején Jupiter, aztán elbúcsúzik év közepén Jupiter a Bak jegyétől, és október-novemberben visszatér újra. Szaturnusz bolygónál a sorsodról van szó, sorsdöntő változások lesznek. Plutó bolygó azt mutatja, koncentrálj most erre az élet területre, mert ez számodra nagyon fontos, és a te horoszkópodban ez a hármas életház, az élet iskolája, ahol be kell bizonyítani magadat, ha valaki megpróbál veled rivalizálni. Azon kívül mutathatja ez a hármas életház a továbbképzéseket, vagy információt, internet kapcsolatokat, azon kívül a szomszédokat és rokonokat. Jupiter bolygó is kihat erre az életterületre, a Jupiter bolygónál szerencséről van szó, lehetőségekről. Nálad a felfele mozgó holdcsomó egy irány, egy életút, amit te nem ismersz, az a rák jegyében van. Ő a rák jegyében született, tehát ő mutat számodra egy új irányt. A horoszkópodban a rák jegye, és ez a felfele mozgó holdcsomó a 9-es életházban van, itt külföldről van szó, utazásokról, külföldi kapcsolatokról, a rák jegyénél előfordulhat, hogy külföldön fogsz élni, ami számodra egy új terület. De ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület. Az ő horoszkópjában Kétu a lefele mozgó holdcsomó, ahol ő kiismeri magát, mert itt vannak az emlékek, ez a kos jegyében van, tehát ő bátor és magabiztos. Nála Ráhu a felfele mozgó holdcsomó, ahol ő nem ismeri ki magát, viszont a lelke kiválasztotta ezt az életutat, ezt az életterületet, az a mérleg jegyében van. És a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. Kedves Erinia, így tudtam ezt a kármikus kastély jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!